kolosszális mértékű pusztítást végeztek az ukrán energiahálózatban az orosz csapások, a kijevi energetikai vállalat vezetője szerint. A nemrég visszafoglalt Herszonban különösen rossz a helyzet. Sokan továbbra is vezetékes vízáram és fűtés nélkül élnek. Nagyon nehéz, de ivóvíz hiány nincs mit tenni, mondta egy helyi nő a rendszeres cipekedésről. A boltokban sokféle áruból hiány van, így még azok számára is nehéz az élet, akiknek van pénzük. Ukrajna más tájairól várunk szállítmányokat, tej már jön is. Az árak kilőttek, az emberek az akciókat keresik, mesélte egy pénztáros. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen a Twitteren bejelentette, hogy az Unió újabb 2,5 milliárd eurónyi támogatást ad Ukrajnának. Eközben Moszkva ismét a zaporizsjai atomerőmű elleni támadással vádolta meg az ukrán hadsereget. Európa legnagyobb nukleáris létesítménye a háború eleje óta orosz kézen van. Az erőműben fennáll a nukleáris baleset kockázata. Úgy néz ki, hogy Kijev egy kisebb atombalesetet elfogadhatónak tart, de a nukleáris energia nem fogja megkérdezni Kijevet, hogy mit szeretne. Egy ilyen eset örökre megváltoztatná az európai történelem menetét, mondta a Rosatom vezetője. Ukrajna az orosz hadsereget teszi felelőssé az erőmű környékén történt robbanásokért, és a térség demilitarizálását sürgeti.